Üdvözlünk minden kedves Blogpress olvasót és YouTube látogatót innen a Budafoki Borfesztiválról. Nagyon jó hangulat van, hamarosan egy olyan együttessel készítünk riportot, aki több mint 1600 koncertet adott világszerte, köztük Amerikában is, ahol a rockabilly műfaj sztárjaként ünneplik. Aki még nem találta volna ki, vendégünk a Mr. Igen lesz. Egri Péter énekest. Általában zsúfolt hétvégétekon. Honnan érkeztetek most? Most éppen Tatáról érkeztünk, ahol ugye szeptember 8-a van a Magyar Dal napja, és egy nagyon izgalmas, érdekes dolgokkal készültünk a Tatai Magyar Dal napja koncertre, viszont azokat a dolgokat ma este is elő fogjuk adni jó részt, amit néhány órával ezelőtt még Tatán a Magyar Dal napján, úgyhogy itt Budafokon is hallatlanul izgalmas koncert lesz, hiszen itt van velünk zongorista barátunk Bacsa Gyula, aki fantasztikus, még a Fenyő Miki szerint is Európa legjobb bugi-bugi zongoristája, szerintem a világ legjobbja. Úgyhogy az ő zongora játékával a Mr. Igen trió kiegészülve egy negyedik belépő taggal szerintem ma fantasztikus koncertet fogunk megint este adni. Ott sörfesztivál volt, ha jól tudom, itt borfesztivál. Nagyon lesz. Jó. Tehát elmondjuk, hogy nem csöbörből vödörbe, hanem sörből fesgőbe érkezik. Igen, és nemrég játszottunk csemege, szőlő és borfesztiválon, meg mit tudom én, olyan izgalmas, érdekes dolgok vannak, hogy nem tudom én, Siófokon például tojásfesztivál. De ezt amúgy a Kós Jánostól is hallottam a tévében, hogy hívták, és végre Siófok, hova kell menni? És mondták, tojás, a tojásfesztivál. De az is nagyon jó volt. Aha, szóval, hogy játszunk mindenféle izgalmas, hogy az amerikai autós fesztiválon is. Tavaly megvalósult egy nagy álma a rajongóknak és nektek is, megjelent az együttes első magyar nagylemeze. Miért kellett erre 15 évet várni? Igazából mi kezdettől fogva, gyerekkorunktól kezdve az angol nyelvű amerikai 50-es évekbeli egyetemes rockabilly zenét szerettük és rajongtunk érte, és előbb rajongóként, majd zenészként műveltük ezt az egész kultúrkört. És valahogy volt nemrég egy koncertünk a Zöldpardonban, még a bezárás előtti nagy Zöldpardonban, ami több mint 5000-en voltak Budapesten kíváncsiak a Mr. Igen koncertjére egy hétköznapi napon minimális reklámmal, és ez olyan jó sikerült, hogy már a koncert közben megfogalmazódott, hogy kéne egy magyar nyelvű dalt írni, mint egy köszönetképpen. Aztán lett belőle még egy dal, még egy, lett belőle egy egész lemez, nagyon nagy sikerrel játszuk a magyar nyelvű lemeznek a dalait, koncertről koncertre, estéről estére, és annyira megszerettük, hogy sose gondoltuk volna, hogy már a következő magyar nyelvű lemezen dolgozunk, de természetesen az angol nyelvű dalainkat sem adjuk fel, hiszen készülnek az új angol nyelvű dalaink, és a régieket is játszunk koncerten, csak ez most ilyen izgalmas kiegészülve magyar nyelvű dalokkal. És a megörült kéted, az megjelent angolul is? Megcsináltuk angolul is, Gonna Be Mine címmel, úgyhogy külföldi koncertjeinken szerintem angolul fogjuk játszani, bár nemrég nem is tudom, hogy melyik országban játszottunk, ez talán Ukrajnában volt, ugye mi komolyan vettük a keleti nyitást, és Szófiába, Ukrajnába, a keleti helyeken játszom. 15 évig mi csak külföldön játszottunk, nemrég beválasztottak minket az Egyesült Államokban, a Rockabilly Hall of Fame-ben, a Rockabilly Halhatatlanságok csarnokába. Egy évekkel ezelőtt készült anyagunkkal, a Rockabilly Star és a Wiggle Baby című dalunkból csináltunk egy ilyen 50-es évekbeli tévésót. Szinte megmondhatatlan, hogy ez nem archív anyag, és azzal választottak be minket a Rockabilly Halhatatlanságok csarnokába, Memphis, Tennessee-be, úgyhogy ez nagyon megtisztelés, hihetetlen dolog, hogy nem sokan vannak a kontinensről, vagy ebből a korosztályból, akik abba szerepelnek. A lemezen szerepel két szám, amivel a Gangsta Zolival dúót énekelsz. Igen. Ennek mi az ok, hogy pont őt választották? Csomó koncertünk volt közösen, tudod, nyári fesztivál szezon, ahol egyik zenekar váltja a másikat, és tavaly nyáron egyfolytában egymás után, egymás előtt játszottunk, és valahogy úgy összehaverkodtunk, és nekem volt egy ötletem, a Zolinak volt egy szövegötlete, nekem egy zenei ötletem, és ez 1-2-3, és én elkezdtem gitározni, a Zoli meg elkezdte rappelni, és ilyen hihetetlenül fette egymást a dolog, úgyhogy adódott az, hogy ezt meg kell csinálni. Telepi gyerekek címen, amit amúgy az ő a Kártel új lemezén már ilyen teljes hip-hop verzióban nyomják, hallottam. Idén volt olyan meglepetésetek 2013 első felében, hogy Péter Fiborival van egy közös duettetek. Igen. Gitárpeng az éjszakába címmel. Igen, nagyon-nagyon jó sikerült duettről van szó. A Mr. Igen életében, igazából 15 éves Mr. Igen életében ez az első úgynevezett nagy duett a Mr. Igengel, és Péter Fiborival nagyon fantasztikusan kiegészült a Mr. Igen rockabilly világa. Azért jó ezt, tudod, és azért izgalmas, mert a Borinak a világát vontuk bele a mi rockabilly világunkba, és hogy azt hiszem, hogy mi a Mr. Igen világán semmit se változtattunk attól, mert a Bori énekel, és mégis sokkal jobb lett, és
tök jó lett, és nagyon izgalmas lett, nagyon jó lett. Ezt néhány órával ezelőtt Tatán a Magyar Dal napján be is mutattuk, sőt megcsináltuk még a Borinak egy másik dalát, a Péterfi Bori és a Love Bandtől a Lábánbát, ami az ő legsikeresebb dala. Ezt átírtuk ilyen rakabilis, bugivugis dallá, hihetetlenül szerette a közönség. És készültünk még egy dologgal, amit ma este is elő fogunk adni, a Pezsgő és Bor Fesztiválon, ami szintén a Magyar Dal napjára készült, de úgy érzem, hogy itt kötelességünk kell játszani. Választottunk egy dalt idén a Magyar Dal napjára, ez a dal pedig Bereményi Géza fantasztikus szövegével, Cseh Tamás, Másik János zenéjével, 1977-ben íródott Budapest című dal. Ugye a Mystery Gang egy szórakoztató zenekar, ez pedig egy teljesen szociószövegű, fantasztikus Bereményi szöveg van a dalban, és ezt teljesen áttettük rakabili ritmusokra, meg ilyen swinges, szörfös zongorával, Bacsa Gyula fantasztikus zongora játékával kiegészülve. Legnagyobb örömömre és meglepetésemre tegnap még a Magyar Rádióban is bemutatták. Ezen csodálkozom, mert megmondom őszintén, hogy ugye nyáron láthattunk titeket az MTV Balaton nyelvű műsorában. Igen, ahol már visszatérő vendégek vagyunk, igen, hála Istennek. Igen, a Kívánságkosárban is voltatok a ahol szintén visszatérő vendégek vagyunk, hála Istennek. És éppen szerettem volna kérdezni, hogy a rádióban sosem hallunk titeket, pedig hát szerintem a tizenétek az tényleg a rádióban való lenne, mindenki felébredni, aki fáradt is. Igen, ez egy nagyon jó meglátás, ezt teljesen tudjuk osztani a Mystery Gang-gel, hogy miért van, azt nem tudjuk, pedig hidd el, és mi egyfajtában próbálkozunk, és akna munkaként küldjük be a dalokat, jobbnál jobb felvételeket, és jobbnál jobb slágerebb és slágerebb dalokat különböző rádiócsatornákhoz. Mindenhol olyan kedvesek, de aztán ugye sehol se. Basszefem se? Kizár dolog. Valami fekete listán vagytok? Nem tudom. Valahogy ez a Mystery Gang, 15 éves Mystery Gang életében valahogy sose alakult Magyarországon ez a rádiós dolog. Viszont nagyon klassz, hogy több New York-i rádió is játssza a dalainkat, és hogy nagyon klassz, hogy például most a kijevi ukrán zenetévé rotációban nyomja pár klippünket. Szóval ez így nemzetközileg izgalmas így nyomulni, de nemrég jöttünk haza, az Egyesült Államokba játszottunk, és fantasztikus koncerteket adtunk, és a koncert után közönség találkozón vettünk részt, néhány óra beszélgetés kinti rakabili rajongókkal, Mystery Gang fanokkal, ilyen hihetetlen volt, hogy a kontinens egy másik kontinensen, ráadásul New Yorkba, és jöttek Kaliforniából, meg mit a mindenhonnan, és ilyen énekelték a dalainkat, tehát a Laci nem hitte el. De előtte pedig voltunk Párizsba, ahol a francia közönség meg ilyen nagy transzparensekkel várt minket, és rá volt írva, hogy We Love You Mystery Gang, de ilyen hihetetlen volt, pedig ők nem beszélnek angolul, és nem is használják. És eljött az együttese, persze, hogy meg is könnyeztük. Tehát azért mi sok mindent csináltunk az elmúlt években, de azért azt, hogy az internetre föltettük ingyen letölthetővé a dolgainkat, ez egy olyan terepet nyitott meg nemzetközileg, hogy ezzel tudunk élni. Tehát igen, akik nem tudják, annak el kell mondanunk, hogy az első lemezetek például japán megkeresésre hogy Japán azért elég messze van innen. Igen, és az első nagy lemezünk, az pedig a londoni Nervous Recordsnál 13 hétig vezett a kiadó eladási listáját, úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, így indult a Mystery Gang, és most pedig már a sokadik angol nyelvű anyagunkon és sokadik második magyar nyelvű albumunkon dolgozunk. Lehet, hogy ebből a magyar nyelvű dologból különben lesz mostanában egy olyan egész komplett lemez, ahol izgalmas zongorás, vokálos, szakszofonos, kiegészítő hangszereléseket is hallhatunk. Izgalmasan várjuk. Van egyéb duett tervetek? Tehát, hogy jól tudom, hogy nemzetközi vonalon is terveztek hasonló dolgot? Igen, nagyon sok ilyen mostanában alakult. Ugye 13-15 évig mi mindig trióba hárman játszottunk, és mostanában valahogy kedvet kaptunk ahhoz, hogy egy közreműködő énekesnő, egy vokálszekció, egy zongorista, egy szakszofonos, egy klarinétos, egy kongás, egy ritmusgitáros, vagy talán mindez együtt egy színpadon a trióval felálljon. Igazából nem is olyan rég volt egy nagy sikerű koncertünk a Művészetek Palotájában, ahol háromszor teltházat csináltunk már a Mystery Gang elmúlt pár évében, ahol minden esetben közreműködőkkel kiegészülve léptünk fel. Ugye volt egyszer 2012-ben az MR akusztikus koncertetek, igen. És volt ugye egy másik... A 2009-ben vették föl, a Magyar Televízió fölvette a Privát Buddy Holly sztória, vagy a Mi Buddy Hollynk, az első színházi zenés darabunk volt színésszel, közreműködő zenésszel, vokál szekcióval kiegészülve. Ez most a legnagyobb örömömre néha el lehet csípni a Duna Televízió éjszakai, vagy a Magyar
M2 éjszakai műsorán, így ismételgetik, és úgy örülök neki, hogy... 2013 őszre tartogatok valami hasonlót a rajongóknak? Igen, elég nagy dolgokat tartogatunk. Big Tito, gondolom. Hát igen, de az év végén készülünk egy olyan dologra is, ami egy nagy nemzetközi, nagy létszámú, feketékből álló vokál, duvap, gaspel együttessel készülne, szóval hogy az hihetetlen, hogy mit tudom, ott felsorakoznak, mint 20-30-an, és akkor a Mr. Igeng szigorú rakabili zenéhez, városi lüktetésű rakabili zenéhez egy 20 tagú vokál még fekákból csatlakozik, és beleteszi az ő gospel duvap világát, szóval hogy ezek izgalmas dolgok. És ugye beszéltünk színházról, szerepeltek filmekbe, írtatok filmes zenét is, van valami hasonló terve? Külföldön, belföldön egyaránt. Igen, nagy titokban készül egy zenés darab, ami majd talán 2014-ben lesz bemutatva. Néhány hét múlva már sokkal többet tudok róla mondani. Elég régóta tervezgetjük igazából, most már sokadik éve. Idén tavasszal úgy álltak a dolgok, hogy talán összeállhat ez a dolog, és most így nyár végén úgy tűnik, hogy hamarosan bővebben is tudunk róla beszélni. Jó, akkor a duettről meg erről majd valamikor hallunk. Ha jól tudom, most egy könyvön dolgozol, annak mi lesz a témája? Hát igazából mióta az eszemet tudom, én mindig dolgozok könyveken és ilyen tanulmányokon, és hogy igazából ezt mai fejjel, 30 éves elmúlt fejjel magamnak, az asztalfióknak írom, és nagyon sok esetben segíti a munkámat. Azért én nagyon benne vagyok a 20. század kultúrájában, mindent, ami egy szálon is kapcsolódik. Igen, de hogy egyetemesen foglalkozok a világban levő 20. század dolgokkal, mindennel, ami a rock and roll kultúrkörhöz egy hajszállal is, a legvékonyabb hajszállal is kötődik, arra azonnal lecsapok, és akkor én hidat képezek a rockabilly és az adott dolog között. Úgyhogy minden érdekel, és ki tudja, hogy ezekből még mik lesznek, hangos könyvről is szóval. Hát köszönöm szépen a riportot, és nagyon nagy örömmel és várakozással várjuk a koncertet. Nagyon megtisztelő volt, köszönjük szépen. Színpadon a Mr. Igenget, és elmondjuk minden rajongónak, hogy legközelebb koncertjük Szegeden lesz, szombaton 14-én. Nagy örömmel jöttünk színpadon kedvenc trióval, a Mr. Igen trióval, vendéget is hoztunk magunkkal, egyharmadban nő ma estére a tagság, a zongoránál a fantasztikus játékú Bacsa Gyulával. Hölgyeim és uraim, jó szórakozást! Yeah.
visszük le a vízhez. Hey, 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 a Wipeout. Egy olyan dalt játszunk el, hölgyeim és uraim, ami a 9. hullámot várja, a legnagyobb hullámot. Mindenki velünk van, figyelem! Bújj, Mari!
Köszönöm szépen!